Nem kell jutkolni. Könnyű azt mondani. Szárkett magam. Alapvetően van relevanciája, de én nem kötném ezt minden áron egy szépségideálhoz. Szerintem a legesleges legszebb és a legesleges legszexibb egy nő akkor lesz, hogyha ha magabiztos, és van egy olyan pozitív kisugárzása, hogy én ez vagyok, nézd rám, és én így szeretem magamat, tehát lehetőséged van neked is így szeretni engem. És ennyi. Fontos. Nem a legfontosabb, de én úgy gondolom, hogy kell egy kémia is azért egy jól működő kapcsolathoz. Hát a szemeszik először, én ezt szoktam mondani mindig. Fontos az számomra, hogy valaki megnyerő legyen, természetesen legyen szép. Ezt úgy értem, hogy magához képest, lehetőségeihez képest, az adottságaihoz képest magabiztos és azt sugározza magából, ami nem akar többnek látszani. Nincsenek ilyen önértékelési problémái, esetleg abból adódóan, hogy nem annyira attraktív, hanem elfogadja és megpróbálja ezt abból a lehető legtöbbet kihozni. Ez egy nehéz kérdés, mert a szépség relatív dolog számomra. Nagyon sokszor beszélgetünk fiúkkal, és elmondjuk, hogy ez a lány ilyen szép, az a lány olyan szép, és amit újra és újra észreveszek, az, hogy nem mindegyik lány tartjuk szépnek. Van, akit én tartok szépnek, van, akit más tart szépnek. Ebből folytatva szerintem fontos az, hogy egy férfi szépnek tartsa a párját, de nem szabad erre alapozni, nem szabad csak a külsőt figyelembe venni. Számít, de nem szabad, hogy erre épüljön egy kapcsolat. Mindenkinek egyébként más a szépség ideája. Vannak lányok, akiket én nem találok szépnek annyira, mások meg szépnek találnak. És szerintem ez így van jól. Úgy gondolom, hogy a szépség az semmihez se feltétel. Szóval, hogy bárki lehet értékes, tök mindegy, hogy milyen a külseje. Mindannyian különbözőek vagyunk, és van egy ízlésünk, persze. És számítani fog, szerintem. Mi fiúk azért fogunk oda menni egy lányhoz, mert tetszik, valószínűleg. Férfiak is különbözőek vagyunk, nők is különbözőek. Mindenki megtalálja a saját magához legjobban illő párt. A legeslegszebb tényleg az, hogyha egy gyönyörű mosolyt tud hordani a nő, tényleg öltözködést tekintve is. Azért egy igényesebb megjelenés, ez mindenképpen fontos. Oké, hogy gyülekezetben vagyunk, de attól még ugyanazt tetszik az embereknek, mint bárhol máshol. Úgy gondolom, hogy igen, fontos a külső, mert végső soron azt a lányt veszed el, és úgy fog kinézni. Viszont a külső az változik, a trendek változnak, és végső soron a belső az, meg az Istennel kapcsolat és a lelkisége az, ami megmarad a lánynak, ami hosszú távon ott lesz. Én úgy vagyok vele, hogy alapvetően egy olyan személyiség vagyok, aki eléggé ilyen érzékelő típusú. Itt szintén az van, amit a nagyőnél elmondtam, hogy tulajdonképpen ha akarjuk, akkor mindig találunk a másikba kivetni valót, amiről azt mondjuk, hogy akkor hát ez nem tökéletes, hogy akkor nem is tudom, hogy ez így már jó lesz-e. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy kell lennie egy alapvető kémiának, ami a pár között van, de nem, ezt nem helyezném olyan előre a kritériumok listáján. Tehát mindenféleképp fontos, hogy szép legyen, tetszett nekem az illető, de nem ez alapján fogok dönteni, hanem az alapján, amit hisz. Én alapján nem a külsőre hajazok, mert nekem lehet, hogy igénytelen hangzik, de az nem számít, hogy hogy néz ki. Szerintem lehet akár 50 centi, vagy 2 méter, 100 kiló, vagy akár 20, tehát az mondjuk nem reális. De tehát ebből kifolyólag így bármi. Tehát én nem testre, én inkább a belsőre, a személyiségre, az egyénre és magára, az egész lényére vagyok kíváncsi. Az elején fontos, hogy esztétikusnak nézzen ki a nő. Nem kell nagyon szép, nagyon csicsásnak lennie, de azért visszafogottan nézzen ki jól, nézzen ki úgy, hogy felkeltse az érdeklődést az emberben, a férfiban. Ugyanez a férfiaknál is így van, hogyha a férfi ad magára, hogyha ápolt vagy illatos, ez ugyanaz. Akkor a nő is felfigyel rá. Egyébként sokszor van az, hogy először talán nem a külseje fog meg egy lánynak, de később elkezdem szépnek látni, mert mással megfogott. És szerintem ez a szépség erősebb, mint az a szépség, ami először lehet, hogy megfog, de utána az nem tud megtartani.
Egy főnököm mondta azt, hogy amikor ő megismerkedett a feleségével, akkor ő nem azzal töltötte az idejét, hogy a szemét csodálta, hogy milyen szép, hanem együtt szolgáltak, és látta azt, hogy neki milyen a kapcsolata Isten felé, hogy áll a szolgált felé, és végsősoron az az, amit befolyásolni fogja a jövőben a szolgálatukat, főleg nekem, aki a szolgálatban dolgozok, és az egész életünk ott lesz, hogy majd a szemét csodáljam, hogyha nagyon szép. Vannak lányok, akiket én nem találok szépnek annyira, de egy másik emberek, másik emberek. Egy nagyon, jó nekem igazából, akkor nem nagyon kedves ember számomra, mindegy. Jó. Itt legyen más kérdés szerintem, mert mégsem tudom megfoglalkozni. Amikor ő megismerkedett a feleségével, akkor ő nem a szemét nem bámulta. Hogy hívják ezt? Nézd. Nem nézted, de amikor... Csodálta. Igen. Jó, még egyszer előről. Nagyon. Hát... ez hülyeség volt az eredet. Kivágjuk. Ja. Szia! Remélem, hogy tetszett ez a mai videó. Ha igen, akkor lájkold és iratkozz fel a csatornára, és küldd el a barátaidnak, hogy ők is láthassák. Még várlak vissza. Szia!